Bavián Fable, Varázscsók, 11. rész. Szajonék próbáltak minél kevésbé odanézni, titkon örvendezvén a szellemharcosok halovánságának, ám oda sem nézve is észrevették a bomladozó testszöveteken lakmározó férgeket, az oszlás vagy éppen mumifikálódás különféle fázisait. Ikvit mesterkedésének tudták be, hogy nem éreznek szagokat. Mindazonáltal alig-alig kaptak levegőt. Azt hiszem, beláthatjátok, hogy a helyzet tarthatatlan, szólt vezetőjük. Nem méltányos, hogy így maradtam. Miért pont én? Mert például az örökké kedvetlen, mindentől fanyalgó, kényszeresen sárkány ölő, írni-olvasni képtelen, mégis a műveltségére fenkölt Lamar megérdemelte. Rászolgáltak mindkettőnk feleségei, mivel őket mindig is csak a kalárisaik csörgése biztosította arról, hogy élnek. Hát ezt a csörömpölést most is hallhatják. Nem is vették túlsággal a szívükre a létforma változást. Na de én? Az érzékeny, az élet örülő, a tehetséges, bár sajnos nem zseniális mágus. Nekem miért kellett ezt elszenvednem? Ez olyan méltatlan hozzám. Mellesleg, herceg, egyáltalán nem biztos, hogy eljutsz trónusodig. Elábjegyzetet csak azért szúrtam be, nehogy azt gondolt veled, nem történhet ocsmányság. Ám de attól félsz, hogy Ahmad sárga vérűvé fertőzött? Hihihi, nyugodt lehetsz, nem fogod kiinni Xara vérét. Ha nem? Nem fecsegek itt össze-vissza. Mi értelme annak, hogy belepiszkáljak a sorsodba? Kuszált az nélkülem is. Sajon zordonan szembefordult a varázslóval. Fecsegj bátran! Ugyan minek? Nemrég találkoztam a rusnya madár lényel. Ahmadod téged keresett. Tovább küldtem őt Merikbe, mondván már ott jártok. Ennyi. Nem ennyi. Higgy nekem, mert mire mész, ha nem hiszel? Hogyan faggatsz ki? Megölsz? Megpróbálhatnád. Nem akarsz te sokkal jobban meghalni, mondta elgondolkodva Sion. Más célod van velem. Ha segíthetnék neked valamiben, csak szólj. Nem merek biztos lenni abban, hogy te vagy a segítség. Ikvit első ízben tárt fel ajtót enkezőleg. Barátságosan meleg terembe léptek. A kandallóban mandarin sárga tűz duruzsolt. A hattyúszín falakon ezüst csillagok lüktettek. Az illatos fából készült padlót, a mahagóni bútorokat és a puritán ágyat is rendetlenül lehaigált nyitott könyvek borították. A vacsora jelenetet ábrázoló színgazdag ablaktábla elé helyezett, szellősen rácsaszatú kalitkában hatalmas szemű, tollas lény hintázgatott. Íme a szobám! Büszkélkedett a varázsló. Felkapott egy élénk külsejű fóliást. Ez a kedvencem, belealszom el. Kár, hogy azelőtt, ráérő idő híján nem jutottam hozzá. Ugyanis ez a hangulatok könyve. A szépre készség, az élet csodáinak örülés, a szeretet könyve. Néhol fájdalmas, helyenként cinikus, sohasem szívből keserű, lélekcirógató, karcolászó gondolatok gyűjteménye. Gyöngéden megvált a kötettől, és felkapta a következőt. Ebből is minden nap elolvasok egy fejezetet. Jaj, elbűvölten kedvelem ezt a képzelet szép mesélőkönyvet. Emez meg a mágiába avatott be. Amabból sajátítottam el, miként tartsam fenn a mostani állapotot, amíg a jóslat valóra válására várakozunk. Ez a fóliás tartalmazza magát a jóslatot, ám olyan körülményes leírásban, hogy sejtésem sincs, helyesen vagy rosszul értelmeztem-e. Ráadásul a jóslat olyasmi, ami vagy beteljesül, vagy nem. Ő pedig a madaram, Xadu. Nevének hallatán a szikonycsőrű, szivárványos tollú lény oldalvást fordult, és rájuk düllesztette amúgy is erős, dudorodó platina szemét. Hol a tojóm? A tojóm? A tojóm? Károgta gazdája hangján, mereven bámulva Sajont. Tudsz te mást is? Szólt rá Ikvit. Ez a tojóm? A tojóm? A tojóm? Kérdezte Xadu, a herceg vállára lebbenve. Menjünk, nyikkant a mágus, visszalegyezve a madarát a szabadságtisztelő lazán rácsozott kalitba. Miután bezárult mögöttük az ajtó, egy darabig még hallották a tapintatlan firtatózást. Ki a tojója, tojója, tojója? Hát, sóhajtott Ikvit a harcos felé fordulva, ha már úgy is szóba jött, talán mégsem ártana, ha nem titkolnám. Ne örvendez annak, hogy nem akarod társnőd vérét. Xarára egyelőre nincs szükség, az átváltozás végbe ment. Ahmad szaporodni fog általad.
Ki a tojója, tojója, tojója? Rikácsolt Xadu. Szajon megragadta a varázsló vállát, de csak a palástot sikerült összemarkolnia, melyben még árnyék test sem leledzett. A fekete kesztyűs apró kéz tüstént az öklére suhantott. Engedj el, úgysem fogsz. Jól sejtett, ha rosszat sejtesz. Ahmat megtermékenyített. Mellesleg Xera helyett, amikor megsebzett. És most törtett utánat, hogy megszerezze sarjait. Zárójelben jegyzem meg, ez fokozott apai érzületre val, és mint olyan dicséretes. Ott akar lenni, amikor a kicsiny madárszörnyek téged szétrágva, szaggatva világra jönnek, nehogy haldokoltatban végez velük. Hát nem irigyellek, pedig te aztán húsvértest vagy. Hogy érted ezt a... A rettenetes kis húszas ikrek még csupán mágszemnyiek, és már is a nedveiddel táplálkoznak. Te növeszted hízlalod őket, tudtodon és szándékodon kívül. Xera csinált veled valami csiribit, amitől a folyamat jócskán lelassult, de nem árt le végképp. Öld meg Ahmatot, hasít szét, alulról fölfelé, csak is a bűvös karddal, minél hamarabb, és a fenyegetés elvetél. Esetleg egy zseniális varázsló is segíthet, de az nem én vagyok. Ne bámuljatok így, hullákénál is hullább tekintetű szemmel. Hercegem, érzékeny vagy, nyűgös, nyugtalan, kedélyed hullámzik, te még émelyegsz is olykor. Meg kellett volna ölnöd Ahmatot, de nem tetted, mert ő öntett celgésből, az sugalmazván akkora harcos vagy, hogy már ezt is megengedheted magadnak. Xera előtt is díszelegni akartál, életben hagyván azt, aki pedig minden lehető módon értésedre adta, ő bizony halálos ellenséget. Ha eljutsz odáig, hogy megütköz Risztánnal, jusson eszedbe, kegyelmezhetsz a megvert ellenfélnek, de az ellenséget mindig taposd el. Nem hiszek neked, lehelte Szajon. A mágus kuncogva vállat vont. Most, hogy már ismered a végzetedet, gondolataid megkeserednek, önutálat és általános gyűlölet jár át. A rút érzelmek megmérgezik a véredet, már pedig e méreg élet elixírként hat a kis szörnyekre. Képes vagy arra, hogy a táplálékot megvon tőlük? Elég erős ehhez a te szíved? Tudsz-e továbbra is szépen érezni, örülni apróságoknak is? Persze, nem Ahmat apróságaira gondoltam, hanem az életeire. Majd elválik, felelte higgadtan a herceg. Terebélyes lengő ajtóhoz értek, és az készséggel feltárult előttük. Bár a varázsló jobblábas cipője nyomban berúgta az ajtót, mindannyiuknak beégett a másodpercekre észlelt látvány. Odaben, a hodály nagy terem szürke falai közt, meredt tekintetű, halálosan közönyös szürke ardiak és gilluszi szörnykatonák ültek, szabályos, szoros sorokba rendezetten. Előbbiek regimentnyien, utóbbiak legfeljebb tucatnyian voltak. Bizonyosan éltek, azonban gonosz divarás békjózta őket, nehogy szétszéledjenek az éléskamrából. Az élve eltett megoldást alig hanem a könnyebb eltartatóság indokolta. Úgy rémlett, e témakörben Iquit nem nyit társalgást. Egyre nyilvánvalóban lefelé tartván a pincéhez közeledtek. Xera elengedte Szajon kihűltnek érzett kezét. A mélybe csigázó lépcsősor mindegyre keskenyült, már csak oldalazva haladhattak. Nem tudom, miért kötöm az orrotokra, de akarom, hogy tudjátok, a lenti folyosó 7. kanyarulatának legvégén találtok egy feljáratot az istállóhoz. Most megmutatom a szekrény szobát. Mielőtt belépnénk, elmesélem, miről van szó. Hosszú ideig fáradoztam azon, hogy testet szerezzek magunknak, mert Lamár is annyira vágyott vissza. Szertettem ilyenre. Nem kellett. Szereztem olyat, leprázta. Hoztam emilyet, aztán amolyat, rettentő sokat, és mindegyikkel felsültem nála, mert ő a saját égtelenül ronda börtokját akarja vissza. Senki más nem tud erről a szobáról, mert ha tudnának, már csak kettesben tengődnénk itt Lamárral. A többiek rég testbe ugrottak volna, és vígan élnének valahol. Márpedig ezt Lamár, aki tragikusan irigy, nem bírná elviselni. Különben én se. Ha ez idáig iparkodtam is jó benyomást tenni rátok, most már nem leplezem tovább, kellemetlen természetű vagyok. Morózus, kárőrvendő, pletykás, nem ritkán hamis, továbbá valami megfejtetlen ragaszkodás köt, nem szeretett fivéremhez. Jó, és most például irgalmatlanul haszonlesek. Azt remélem, ha hibátlan a jósat olvaslatom, hogy kihúztok minket a kínból. Szóval nem véletlenül kísérgetlek itt benneteket.
Egyébként biztosan semmit nem tudok, ugyanis a jóslatkönyvem is azon a zavaros procnyelvezeten íródott, amelyről már szólottam, viszont sejtek ezt azt ösztönből. Nos, lépjetek beljebb! Az ajtó kinyílott előttük. Ikvit kankalin sárga cipőjével azonos színű szőnyeg fette a padlót. A nyomasztóan alacsony mennyezetű szoba hosszanti falainak vonalában felállított rudakon komplett porhüvelyek lógtak, miként száradni felaggatott ruhaneműk. A varázsló ledobta holmiát, állarcát, és azáltal jócskán eltűnt a szemük elől. Mielőtt alaposabban szemügyre vették volna alig sejlő alakját, a bordái között tépet sevet, elmosódott vonásúvá szaggatott karmolt arcát, Ikvit belefolyt az egyik testbe, és az, akár a felfújták volna, legott kitelt, megmozdult, és felegyenesedett előttük, mint ravasz pillantású, ritkán mosakvó, rengőhájú kalmár, oldalán tömött bugyellárissal, és alig elrejtett tőrrel, amolyan hátba döfős fajtával. Mivel e burok nem túlsággal nyerte meg a tetszését, sebesen átlépett a következőbe. Már is égőszemű, kacérkacajú, mélyruha kivágású nőként tetszelgett. Megmegrészelt a gömbölydett csípőjét, körbenyaldosta málnára színezett ajkait. Miután ezt a díszcsomagolást elhajította, fejest ugrott a következő tokba. Magas, gondozott hajviseletű, jókora orrú, csinosan öltözött gavallérrá vált. Néhányszor meghajtotta felső testét, pillevonzó gyertyalánk tekintete, xerát bűvölte, majd szajonra villant, penge ajkait hideg mosoly fagylalta. E porhüvelyből másikba szállt oly játékosan, mint a gyermektársakkal bujócskázna. Líra is szőke, hullámos hajú, kristálykék szemű lovaggá lett, lerít róla úgy valóságos hős, ám hogy ez kétség se férjen, előkapta kobzát, és szenvedélyesen rezgedett bariton hangon eldalolta tulajdon sorsregéjét. Toff kinyújtott nyakkal figyelte a bűvájolást. Lassan lesúrant Xera válláról, és a testtartó állvány felé sonfordált. Egyszer csak nyekkenbe tovarepült, ugyanis farba rúgták. A szüttyögő dőtten a kobzasra vicsorgott, és karmait meresztve utalt arra, mit évő lesz, ha a lovag még egyszer lábat emel rá. Ikvit kiszállt a romantikus testből, és felöltötte ruháit. Kár volt megpróbálnod, károgta. Ez az én játékom, senki másé. Tudom, miért akartál emberbőrbe bújni, hogy beszélhess. Kit érdekel a közlendőd? Szívesen meghallgatnám őt, jegyezte meg Xera. Így is érted. Na menjünk tovább, bár sok újdonsággal már alig a szolgálhatok. A pincében tároljuk az ékszerkincseinket. Az ön most odafent van a bálteremben, használatban. A feleségeim például rendkívül szeretik az újon, álcsúcson, ornyergen, személyon viselhető gyűrűféléket, főleg amióta állarcot használnak. Egyébként nekem azelőtt nem volt bajom a több nejűséggel, de az is biztos, hogy lelkileg nem találkoztam mindegyikükkel. Különben mi a véleményetek a dologról? Ez nagyon fontos, a szajon véletlenül mégis király lesz. Kinézik az olyan uralkodót, aki két-három asszonnyal beéri. A vállukra keskenyedő lépcsősort elhagyva, fáklyákkal megvilágított, hűvös folyosójú, húzatos folyosóra érkeztek, amelyből üvegajtók nyílottak kétfelől, betekintést engedve a mögöttük lévő kamrákban felhalmozott ékszerekre. Szerát nem igen izgatták fel a rafináltan fazettázott drágakövek, pillái alig rebbentek az elétáruló pazar látványtól, Ikvit korábbi szavai tartották fogva. Dermetre rémült szívvel tűnődött, miként támogathatná Szajont. A férfi erőt vett magán, és nem roskadt a lelki sír szélére. Önszánogatás helyett továbbra is azt leste figyelte, mint egész éjjel, mindenütt, mindenkin, hol van már a zöld gyémánt, amelytől végre bűvössé leend a sziklaférfi szívéből kirántott kard. És akkor e karddal ő majd alulról fölfelé szétasítja apmatot, azután tetszése szerinti módon felaprítja. Risztánt, Amohót, meg mindazokat, akik még ellenséges szándékkal elébe kerülnek. A szófecsér mágusnak hála meglehetős, brutális hangulatban volt. A zöld gyémán nem hasonlít az érett szép színű smaragdra, zöldje másféle, a kő mélyéből illanó, pisláló, szinte természetes.
Ott hevert a szégyenlős ikerpár fehér bársonypárnán, a harmadik folyosó kanyarulatban lévő, egyedül ketrec ajtós kamra végében álló, melmagas márványoszlopon. Szajon megtorpant. Ezt tetszik neked? Kuncogott Ikvit. Nyisd ki! Sajnálom, nem tehetem. Az ajtóhoz nincs kulcs, a bűvészet nem nyitja, a rácsok közt nem férsz át. De ha átférnél is, a te súlyod alatt tüstént beszakadna a padló, és mindörökre elnyelni a testedet a föld. Nálam nehezebb nem teheti be a lábát, és én csupán öltözett ruhányi súlyt nyomok. Kardod nem elég hosszú, hogy elérj az összeford gyémántokig. Én nem segítek. A jóslat megtiltja, hogy az ikerkőhöz érjek. Xera felsóhajtott. Átkozottá válik majdnem minden, amibe varázsló belekomplikál. Finoman megtaszította a vállán gubbasztó, visszafogottan szütyögő toffot. A majomka metten átsúrrant a két ketrec rút között. Keresztül szaladt a kamrán, és már nyúlt is a gyémántokért, ám mielőtt kerüljék fonta volna, inda hosszú fekete ujjait, meggondolta magát. Két kezét a dúzadó párna alá csúsztatta, s e bársony tárcával sietett vissza a rácshoz, erről kínálta Szajonnak a fantáziacsiszolású, a brilliásnál kevésbé tündöklő, enyhén köncsebb formájú, keskenyebbik végüknél összenőtt köveket, hogy ő érjen hozzájuk elsőként, hiszen azok az övéi. Xera meglepetéstől tartva előhúzta kardját. Ikvit félrehúzódott. A rácsos ajtó mögött Toff büszkén billegette Kajla füleit. A herceg a zöld gyémántért nyúlt, mutató és középső ujja közé fogta, majd a tenyerére vette, fölé hajolt, és rálehelt, akár a köszöntésképpen megcsókolná azt. A varázsló halkan nyűszített izgatottságában. A fölöttük tornyosuló palota eresztékei felzúgtak, a pincében lengedező húzat felé lékült. Menjünk innen kifelé! Liekte Ikvit. Gyorsan, föl a lépcsőn! Futó lépésben megindult előttük, sárga cipői csak nem összeakadtak az igyekezettől. Palástja hosszan lobogott utána, kalapjának szegélye horzsolgatta a lépcső kígyó szűk falait. Ők pedig loholtak mögötte, jól lehet Toff telit időből visítozott, csizmájuk szárát rángatta, és szemlátomást a pincében akart maradni. Xera felnyalábolta a trüttyögőt, és tiltakozására ügyet se vetve magával cipelte. Kifulladtak, mire felszáguldottak a dugóhúzószerű lépcsősoron. Az éléskamra szintjére jutván fellélegeztek, az otti folyosót már-már tágasnak érezték. Futó lépésben közeledtek a lengő ajtóhoz, amikor az dörrenve feltárult, és egymást taposva kiárattak rajta a kissékába, de feldődött éléstár töltelékek, és rájuk pillantván tüstén tudni vélték, hogy ők az ellenség. Jaj, jaj, róluk megfeledkeztem, sopánkodott Ikvit, gálásan előre engedve társait. Altasd vissza őket, förmett Rákszara. A varázsló habozott. Addig-addig tette ezt, míg nem Szajon összeütközött a spájz szökevények élbolyával. Mivel azok élükön néhány álmosságában is vérszomjas katonával fogcsattogtatva rátámadtak, a legvakmerőbbeket leterítette kardjával. A többiek megtorpantak, néhányukon kiütköztek a megfeszített gondolkodás jelei. A balul jár fickók ledőltek, alaposan meghaltak, ehhez szkepszis sem fért. Ikvit felnyögött, majd elmormolt egy varázsigét. Ennek hatására az ostromlásban feltartószorott csűre visszabutult korábbi állapotába. A lányt eltűnődöztették a tapasztaltak, Szajonra sandított. A férfi jobb kézben tartotta kardját, bal markában az ikerkövet szorongatta, és kétségkívül ő is Ikviten törte a fejét. A mágus ismét az érre állt. Elsöpörtek a dermet étek szobrok csoportja mellett, végig szaladtak a folyosón, és a bálterembe toppantak. A mágus forgolódva körülnézett, azután a falnál sorakozó őrök egyikére merett, és a hercegre mutatott. Öld meg! Parancsolta. A szólított előre lépett. Már éltében is remek harcos lehetett, amolyan utolsó leeledkedő. Féreg segédlete oszladozó testét, szörnyű sebek, azokat további, még borzalmasabb sebek lepték borították. Harcban szétkaszabolt ruhája csapatokban lógott, mindenét vér, zsigerek és azok váladékai mocskolták.
Szilaj rikoltással kardlengedve támadott. Szajon hárította a csapásait egyiket a másik után, és csak hamar helyzetbe került. Olyan erővel szúrt a szíven a hős harcost, hogy lendületében csak nem keresztül esett rajta. A katona leroskadt és pihegve kiszenvedett, azután felkelt. Végigmérte újonnan szerzett sebét, akár egy medáliát, és újból támadott. Szere közéjük szökkent. Tedd be a köveket! Kiáltotta. Félreütötte a katona lengette pengét, és kristálköves gyűrűjét az áttetsző arcba csapta. A feléledő sárkánygyík jó ízűen belakmározta a szellemet. Így módon a nagyon-nagyon hősies katona valóban meghalt végre, kínjai véget értek. Ezen közben Szajon szétpattintotta az összenőtt köveket, és a kard markolatgombján ágaskodó mén lábai alá illesztette a nagyobbikat. A másikat a homlokmenálhoz érintette, és az a neki szánt mélyedésbe simult, mint a időtlen ideje erre várt volna. Midőn mindkét gyémánt megtalálta otthonos helyét, a kard szemvakító fehéren felízott, kék-vörös jégezős szikrák pattogtak pengéjén, és azok a sziszegő szikrák átjárták, és megrázták a herceg egész testét, zöld tűzzé lobbantak a varázsköveken, majd kialudtak. Ikvit a következő katonára parancsolt. Öld meg! És jött az ajaktalan, csontvigyorú ifjú harcos, szétvedett lábbal állt meg Szajon előtt, véreres szemmel merett rá, feltépett bordái mögött, rángatózva lüktetett rongyos szíve. Hirtelen támadott, tébolyult erővel rontott előre. A herceg elegánsan félrefordult, és visszakézből szúrt a szíven a szellemet. A halovány lény felhördült és térdre rogyott, fejét lejtve elterült a padlón, és sóhajtva meghalt. A bárteremben félbe maradt a táncolás, a maszkák mind közelebb merészkedtek. Lamár járt az élen. Hé! Szólt Ikvithez. Ez az! Ez már az! Megmenekülünk végre! Maradj csendben! Förmett rá fivére. Ekkor mindannyian egyebelként szisszentek fel. A sárkánycsont mozaik padlón heverő, áttetsző test színesedni kezdett. Egyre láthatóbb, élesebb és valóságosabb lett, kivehetővé váltak öltözékének elemei, válvértje aranylott. Egyszer csak felemelte a fejét. A csupasz állkapocs és fogazat eltűnt a rásarjadó, rózsaszínű, eleven bőr alatt, a hiányzó orrporc, majd bőrbevonata is a helyére került. Míg nem az arc, majdnem kicsattant az elevenségtől és ifjúi szépségtől. A gyengébb idegzetű szellemek és nem csupán nők nevetve sírva fakadtak. Izgatott hüppögés, jajgatás, finnyogás hallatszott mindenfelől. Robbanásszerűen jöttek létre a történtek mélyebb jelentőségét taglaló csoportok. Ikvit ragyogott. A katona felkelt, végig bámult magát, arcizma se rándult. Két kézre kapta kardját, és megrohamozta Szajon, ám a megtámadott, elakasztotta pengéjét. Oly közel kerültek egymáshoz, hogy arcok szinte összeért. Visszakapta a testeret, épp vagy, élsz, szólott a herceg. Menj, fuss innen az enyészetből. Katona vagyok, egyikünknek meg kell halnia. Öld meg, rikkantott Ikvit ezúttal Szajonnak. A szólított ügyelt arra, hogy az ifjú hős ne törhessen ki a mozdulatlan helyzetből. Szabait a varázslóhoz intézte. Mit akarsz tudni, hogy végképp meghal-e, ha most ledöföm? Miért nem próbálod ki te, vagy bárki más? Gyerünk, lehet jelentkezni. Kit szúrjak szíven? Aki még él, az most ne jöjjön. Ez ám a csodás bál, az élet-halál karnevál. Szájhős, mit hőzöksz? Verekedj meg velem, sziszegte arcába az ifjú, a roppant bátor. Győzzön a jobbik. Helyes, szúrd már le, ne szöszölj, károgott Ikvit. Nem fog felkelni többé, mondta Xera. Mire vagy kíváncsi? Ha a varázskard segítségével visszakapod a testedet, ám ez a változás halandóvá tesz, inkább maradnál hallatatlan, így ahogy vagy. Gyerünk, Szajon! Menjünk innen! Ikvit nem akarja már, hogy a jóslat beteljesüljön. De értitek, mi történik, mérgelődött a mágus. De nagyon értitek! Időre van szükségem! Ég veled, bánozgassatok! Szajon a szabad kezével búcsút intett, majd ugyanezzel viharos váratlanul leütötte a halni kész katonát. Megölni! Rikácsolt Lamár a maszkját eldobva. A félnéhai sárkányvadász a hercegre vetette magát. Magasra lendített, jobbjában fogazott pengéjű tört tartott,
likacsos arcában nyüvek vonaglottak, szemgödrében gyertyalánk pislákolt. Azután meghalt a varázskard által, sziszenve elszökött utolsó levegője, majd pedig hörpölve beitta az első légvételt. Lamár feltérdelt. Arca, teste volt, színpompás öltözéke, vértjei ragyogtak. Kicsin gombóc kerekségű koponyáján 15-20 igen hosszadalmas, sirály őszhajszál lebegdezett. És bár több hajzattal nem rendelkezett, e tarság nem magasította meg a homlokát. Előreugró bozótos szemöldöke árnyékot vetett, mélyen ülő, kőszerűen merev, kemény pillantású fekete szempárjára. Járomcsontjai kidudrottak, cápafarokszerű óra szintén. Nem enyhén kidülledő alsó és felső fogsorán megfeszültek és vértelenné fakultak ajkai, viszont álcsontja nem lévén ezen arc végül nem keltett markáns benyomást. Olyan volt, amilyennek Ikvit leírta, fivére nem szépített dajkarikató kinézetén. A sárkányölő végignézett magát, megcsipkedte combját, megmarkolta az ágyékát, két ujja közé csippentette arcbőrét, és kettőt-hármat csavart is azon, majd bal talpélét a jobb bokájához üdögetve, körbe táncolt a szájon, és kiszögdécselt a teremből. A harcba szólított katonák, látván, hogy urukban már nem tehetnek kárt, megostromolták a herceget. Xera hiába sietett társa segítségére, kardja meg se kottyant a szellemarcosoknak, legfeljebb másodpercekre tartóztatta fel őket. A lakmározó sárkánygyéknak annyi dolga volt, hogy pillanatokra se tért vissza a gyűrűbe. A lány töprengett. Jócskán lemaradva, de felfogta végre, Toff miért nem akart feljönni a pincéből. Hiszen Ikvit idejében megmondta nekik, hogy a hetedik folyosó kanyarulat végéből feljutnak az istállóba, és onnan verekedés nélkül a szabadba kerülnek. Persze ugyancsak a számító mágus volt az, aki aztán a falzúgatás illúzióját keltve felcsalta őket a bárterembe, hogy próbára tegye a kard bűverejét. A pincébe kell menniük, itt maradni értelmetlen. Szajonnak legalább kétszer kell megölnie minden egyes katonát, hogy az békében nyugodjék végre. Ő százszor, ezerszer is ledöfeti ugyanazt a haloványt, az csak hamar felkeszmereg, és veszekedetten kardozik tovább. Ha csak össze nem botlik a falánk sárkánygyíkkal. A maszkák, többségük, ám nem valamennyien, félrehajtották nyeles állarcukat, és a herceg közelében tolongtak, kardjára kerülni vágyván. A megszállottan küzdő, meghaló, majd testet öltve újra támadó, katonákat félrelögdösve igyekeztek előre jutni. Közöttük taposódtak az alázatot feledett szolgák is. Ködlő szellem lavinaként nyomultak a folyosóra hátráló szajon után, azért ebedezve, hogy az a véresen is tündöklő penge beléjük hatoljon végre. És akit eltalált a kardvas, az boldogan halt meg a padlón, azután felkelt, két kezét az arcára, létező, tapintható, langymeleg arcára szorítva, visszarohant a teremben lévő egyetlen tükörhöz, és ott sírt nevetett előtte, és alig ismert rég látott magára, húsvér vonásaira. És a maszkákból lett emberek egymást ölelgetve örvendeztek halandó testüknek, kórusban dúdolgatva, gyönyörű az élet-halál karnevál. Végre lefelé nyargaltak a szűklik csiga lépcsőn. Xera szaporázta elő, szajon futott mögötte, megfordulva, hogy feltartóztassa húsvérré változott üldözőit. A keskeny járat jó választásnak bizonyult. Ha a nyomukban lélegű katonák közül egy-kettő elesett, a penge által, avagy balesetből, a leroskadó test rövid időre átjáratatlanná dugaszolta a lépcsősort. Aztán persze lapossá taposták az útban heverőt, és átgázoltak rajta, de így lassan haladtak. Szájonék előnye nőttön nőtt. A pincébe leérve kiegyenesedtek, és még fürgében futottak tovább. A hetedik folyosó kanyarulatban megtalálták a fölfelé vezető grádicsot, és végre lóháton ültek. Árfum és Fantagró feszült izgatottan ficánkolt alattuk. Az istálló ajtó előtt Ikvit állt. Leszórta brokációt ruháját, rubinkődíszes övét, kilépett bántószínvilágú cipőjéből, eldobta tollas fövegét, és végül az állarcát. Döf le! Kérte Szajont. Megint öldöklésbe kényszerítettél. Jaj, hát ne haragudj!
könyörgött a pőre szellem, tenyérrel összefektette kezeit, szabadossá tépett, alig sejlő testképét kígyóztatta. Meg fogod tudni, mert így akarom, milyen az, amikor annyira vársz valaminek a bekövetkeztére, hogy minden gondolatod, légvételed e köré fonódik, és mire megvalósul, amire vágytál, elfelejtesz örülni, mert azt sajnálod, hogy elveszítetted az időközben hozzád nőtt várakozást. Például, amikor majd megkapod szerelt, eleinte képtelen leszel arra, hogy férfi mód megölelgest. Döntöttem, mégis visszatestesülök. Mágus életnyi idő van még előttem, bár nem hallatatlanság. Döfle! Le! Az istállóban nyíló feljárón át, és a szakadatlanul verőfényes várudvaron keresztül katonák özöllöttek köréjük, hús elevenek és fakók is. Állítsd meg őket! Parancsoltak Szara. Jó, csak egy szavamba kerül, károgott Ikvit, továbbra is az idegbántó kígyózást végezve. Ha a herceg ledöf, ígérd meg! Állítsd meg a katonákat! Mordult Szajon. Ikvit undorodva felsóhajtott, éreztetvén, hogy nem szívesen enged az erőszaknak. Fegyvereseire förmett, mire azok megtorpantak. A varázsló tovább vonaglott. Araszoltában áttetszett és halványan füstölgött, szétmázolt vonásai között férgek táncoltak. Alaposan kiborultál, jegyezte meg Szara. Még szép, hogy kiborultam. Nem váratlanul történt, ami történt, de mindenképp hirtelen. Most már felkészült vagyok. Szajon eltette a kardot. És a késő? Firtatta. Ha nem döfsz le, zsáknyi átkot zúrítok a nyakadba. Te én ürülékké, majommá vagy szörnyetekké változtatlak. Kihullatom a hajadat, megcsúfítalak. Azt teszek veled, amit akarok. És akkor kidöf le. Jó, csak azért mondtam el mindezt, mert kérdezted. Nincs késő, te még itt vagy, itt a kard, és én is itt vagyok. Döf le! Seregnyi katonát megölettél velem. Verd ki a fejedből, hogy valamilyen gyógyító kardra tettél szert. Ezzel bizony ölni lehet, és még sokszor ölni is fogsz vele. Nehogy azt hitt, hogy ezentúl te leszel a nagy feltámasztó, hogy majd temetésekre hívnak, és te felpiszkálod a holtakat a ravatalukról. Különben nem embereket öltél, hanem katonákat. Azoknak másmilyen az agyuk, mint például az enyém. De ne ezen vitázgassunk el, végre siettek. Döf le! Ha megteszed, mostól bármikor álmodhatsz valaha volt életeidről, meg amiről csak akarsz. Xera is. Áll az alkú. Szajon szomorúan ingatta fejét. Vérszem, mi? Dühöngött Ikvit. Persze vérszemet kaptál, mert most mindent kizsarolasz tőlem. Jól van, még azt is elárulom, hogy Alpatot Meriken találod. Hídvárosban van, téged vár, én küldtem oda. Pont arra felé készültök, úgyhogy útba esik. De lehet, hogy ezt már mondtam. Na mindegy, most már döf le. Igyekeznem kell, Lamar útra kész. Körül akar kocsizni Ardon, hogy lássa, mihez kezdhetne sarkányok nélkül. Szeretnék vele menni testestől is, nem csak lelkestől. Nem vagyunk valami elbűvölő fivérpár, de akkor is jó lenne mi nekünk együtt maradni. Szeretnék visszaváltozni, segíts, herceg! Bocsáss meg, hogy megölettem veled azokat a szegény katonákat. Figyeltem, hogy feltámadnak-e. Reménykedtem, de persze nem támadtak fel. Tudom, nem tökéletes a jellemem. Nem vagyok jó. Nem is akarok az lenni. Csóválod a fejedet? Még mindig? Mit ígérjek még? Sokkal könnyebb lenne, ha megátkozhatnálak. Na jó, csak úgy szóba hoztam. Vigyázzatok a szemmadárral, mert amit ő megtud rólatok, azt üldözőitek is tudni fogják. Mi már azt se titok, hogy Xera a társad. Aki nem akármilyen nő, nem akármilyen fegyverforgató, és ráadásul nem is halandó. Tehát kénytelenek lesznek halálos komolyan venni titeket. Mind többször fogtok bajba kerülni, szüntelenül észnél kell lennetek. Vegyétek tudomásul, nem irigyellek benneteket. Kérlek, döf le, ha megteszed, segítek, hogy innen egyenesen átkerüljetek Merikre. Többre nem terjed ki a tudásom. Szajon a lányra nézett, és ő bólintott. A férfi előhúzta a varázskardot, lehajolt Fantagró hátáról, és átszúrta a pőre szellem mellkasát. Ikvit sikoltva leanyatlott. Amikor kevéssel később talpra állt, pompázat ruhákba burkolt, dúsan felégszerezett, alacsony, kövérdett teste volt. Kicsiny kerek fejét finomszálú, kalásszín fűhajacska borította. Legyezőszerű pillákkal szegélyezett sötét szemébe, a pupilla az irisszel egybeolvadt. Mélységes mélység sejlett mögötte. Fitos orra alatt cseresznye száj vigyorgott. Ugye, hogy Lamárhoz képest gyönyörű vagyok? Kacagott sejmes hangon. Jól van, herceg, rakd el a kardod, mielőtt még óvatlanul megböksz vele valakit. Köszönöm a testemet, ne haragudjatok rám, de belém se szeressetek,
mert hogy a könnyes elvállást se bírom. Kezdjetek vágtázni! Megtették. Mire felemelték a kezüket, hogy búcsút intsenek, eltűnt körülük a napsütötte várudvar, a száztornyú, tündeszép palota, az átok sújtott ardi föld. Fehér falu alagútban szálltak, suhantak, álmosító nyugalomban.